Túlélők után kutatnak a mentőcsapatok az indonéziai Jáva-szigetén. A hétfői Richter-skála szerinti 5,6-es erősségű földrengésben 252-en haltak meg, és 7000-en veszítették el otthonaikat. Magas a sérültek száma is, amit több száz főre becsülnek, mivel a sűrűn lakott és földcsuszamlásoknak kitett rosszul megépített házak pillanatok alatt összeomlottak. A mentők egész éjszaka azon dolgoztak, hogy megpróbálják megmenteni a romos épületek alatt rekedteket. Az utcákon azoknak a neveit kiáltozzák, akikről úgy gondolják, a romok alatt lehetnek. Azonnal megragadtam a férjemet és a gyerekeimet. Ha nem húzom ki őket, meghaltunk volna. A ház úgy remegett, mintha táncolna, mondta egy túlélő. A kórházakat elárasztották a sérültek, Közülük sokakat az utcán ápolnak, ellátásukat az áramkimaradások nehezítik. A hatóságok szerint több mint 50 oktatási intézményt, köztük 30 általános iskolát érintett a katasztrófa, ezért az áldozatok között sok a gyerek. Parkirán...